Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videóban a szeptemberi olvasmányaimat hoztam el nektek. Ha érdekel titeket, tartsatok velem! Szeptemberben összesen 3 könyvet sikerült elolvasni. Őket. Az első közülük az Karl Ove Knausgårdnak a Szerelem című könyve. Karl Ove Knausgård egy norvég író, 1968-ban született Oszlóban. Világhírűvé a 6 kötetes önéletrajzi regénysorozata a Harcom tette, amelynek ez a kötet a második része. Ebben az önéletrajzi regénysorozatban a főszereplő ő maga, saját nevén Karl Ove Knausgård, és minden egyes szereplő, legyen az családtag, rokon, barát, vagy bárki, aki felbukkan, az eredeti nevén szerepel, és ez óriási botrányt kavart akkor, amikor megjelentek ezek a kötetek. Magyarul 5 kötet ott olvasható, és készül a 6. is. A sorozat minden egyes darabja az író életének egy-egy szakaszát mutatja be, de nem kronológiai sorrendben, hanem egy-egy téma köré szervezve. A Szerelem Svédországban játszódik, főként Stockholmban, és azt az időszakot követjük nyomon, amikor Karl Ove a 30-as éveiben járt. Ez a kötet arról szól, hogy hogyan ismerkedik meg a második feleségével, Lindával, aki maga is író és költő, és egy írótáborban találkoznak, évek múlva hogy szeretnek egymásba, hogyan születik meg az első gyerekük, milyen a szülővé válás, milyen a családdá válás, hogyan éli meg Knausgård, hogy ő marad otthon a csecsemővel, mert a felesége befejezi az egyetemet, hogyan küzd meg a mindennapokkal, hogyan küzd meg a csecsemő gondozással. Nehéz a cselekményt ennél tömörebben összefoglalni, mert tulajdonképpen semmi különleges nem történik, csak zajlik az élet. Egymásba szeretnek, családot alapítanak, gyereket nevelnek. Én még sosem olvastam olyan könyvet, amiben ennyire egy ember fejébe bele lehet látni, és ez a főhős, ez nem egy fiktív karakter, hanem maga az író. És annyira közelenged, annyira őszintén közelenged minden gondolatához, érzéséhez, kétségéhez, vívódásához, hogy ez egyszerűen izgalmas. Knausgård valahol a vége felé egyébként, amikor az irodalomról elmélkedik, akkor meg is fogalmazza, hogy az ő írói célja tulajdonképpen az volt, hogy minél közelebb kerüljön önmagához, minél jobban belelásson a saját életébe, és ehhez elsősorban az emlékeit használja. Engem ez a könyv egyáltalán nem untatott, sőt, nagyon élveztem, hogy beleláthatok egy 30-as skandináv férfi fejébe, és megnézhetem, hogy hogyan éli meg ő az apaságot, vagy a szülővé válást. És azért is élveztem nagyon ezt a könyvet, mert ugyanabban az élethelyzetben vagyok, mint az író, amikor ezt a történetet elmeséli. Nekem is most született meg a kisbabám, mi is családdá váltunk, és érdekes látni, hogy ugyanerről az élethelyzetről mi a tapasztalata egy skandináv férfinak. És vannak nagyon hasonló és nagyon-nagyon különböző tapasztalataink, és vannak olyan tapasztalatok, amik engem személy szerint megnevettettek. Az egyik ilyen kedvenc jelenetem ebben a kötetben az volt, amikor Knausgård elmegy a kislányával, Vanyával, aki még nincs 1 éves, egy ilyen ringatószerű foglalkozásra, ahol népdalokat énekelnek, mondókáznak, és ezt a gyerekek meg az édesanyák nagyon-nagyon élvezik, és az író egyedül van ott apaként. Van egy nagyon megmosolyogtató észrevétel erről az egész foglalkozásról, azt írja, kikeresem, körbe-körbe imbolyogtam Vanyával a karomban, és közben arra gondoltam, hogy ilyen lehet a pokol. Puha és kedves, tele idegen anyákkal és csecsemőikkel. Hát én, mint idegen anya a csecsemőmmel, ezzel rettentő jól szórakoztam. Összességében én nagyon élveztem ezt a kötetet, úgyhogy én biztos, hogy fogom folytatni ezt a sorozatot, a következő a játék, amely azt hiszem, hogy a gyerekkoráról szól. A második könyv, amit a hónapban olvastam, az Linda Bostrom Knausgårdnak az Isten hozott Amerikában című regénye volt. És igen, ő az a Linda, Knausgård felesége, volt felesége, aki a Szerelem című könyvnek a másik főszereplője. Linda Bostrom Knausgård, svéd író és költő, 1972-ben született Stockholmban. Ez a regény a második megjelent regénye, amely eredeti nyelven 2016-ban, magyarul pedig idén jelent meg. A történet Stockholmban játszódik, egy 11 éves kislányt, Ellent követünk. Az egész történetet ő meséli el, első szám első személyben, az ő belső monológia. És onnan indulunk, hogy meghalt az édesapja, és ő nem szólal meg többet. A némaságának pedig az az oka, hogy azt gondolja, hogy ő okozta az édesapja halálát, azzal, hogy Istenhez fohászkodott, hogy halljon meg. A kötetben egy teljesen széthulló családot ismerünk meg,
Ellen együtt él édesanyjával és bátyával, a bátya terrorizálja, az édesanyja beletörődött ebbe a némaságba, túl sok mindent nem akar vele kezdeni, Ellen pedig nem teljesen érti, hogy mi történt körülötte. Felsejlenek múltbeli emlékek az édesapjáról, az édesanyjáról, aki egyébként egy híres színésznő, és hát egy idilli családi kép bontakozik ki, de aztán valami történt az édesapával, és ez a családi idill, ez családi pokollá kezdett válni. A regény stílusa nagyon tömör, nagyon tömény, rengeteg tőmondat szerepel benne, és látszik, hogy Linda Bostrom Knözgor költő, hiszen zseniálisan sűríti a mondandóját. Nagyon rövid ez a könyv, 130 oldal körülbelül, annak ellenére, hogy rövid, nem egy könnyű, együltő helyben elolvasható olvasmány, hiszen annyira nyomasztó ebben a családi légkörben lenni, hogy én például nem tudtam ezt egyszerre végigolvasni. Őszintén szólva nem tudom hova tenni ezt a könyvet, vagy olyan vegyesek az érzéseim vele kapcsolatban, és inkább zavart érzek, mint egy jó olvasás élményt. A zavarom legfőbb oka pedig az, hogy nekem nem áll össze ez a történet. Egyrészt túl rövid, amikor megismerjük Ellent 11 éves a történet elején, és a történet végén is 11 éves, tehát én nem éreztem úgy olvasás közben, hogy eljutunk valahonnan, valahová. A másik, ami zavart ebben a történetben, hogy nem értem, hogy mi történt itt. Nem értem, mi történt az apával, nem értem, mi történt ezzel a családdal, hogyan hullott szét. És azt értem, hogy ez azért van, mert egy 11 éves kislány szemszögéből ismerem meg a történetet, aki szintén nem érti, hogy mi történik körülötte. A családi idillből egyszer csak családi pokol válik, meghal ráadásul az édesapja, amiért önmagát hibáztatja, tehát annyi trauma éri ezt a kislányt, hogy nem tudja szavakba önteni semmi történik vele. Nem csoda, hogy tehetetlenségében teljesen elnémul. És bár érdekes ez a gyerek szemszög, és nekem nincs is problémám a gyerek narrátorokkal, viszont ebben a történetben nekem olvasóként talán volt egy irreális elvárásom, én szerettem volna megtudni a mérteket, és mivel ennek a 11 éves kislánynak sincs erre válasza, nyilvánvalóan én se kaptam meg. A kényelmetlenségem másik oka szintén ezzel a gyerek narrátorral kapcsolatban volt. Ez a 11 éves kislány néha tesz olyan megállapításokat vagy észrevételeket, amely olyan fajta reflektáltságra valami, amihez kell egyfajta élettapasztalat, ami neki még nyilvánvalóan nincs meg. És ez a reflektáltság, ez a felnőtt kiszólás egy picit zavart a vége felé. Összességében én ezt a könyvet még nem tudom hova tenni, picit hagyom, hogy leülepedjen, hát ha jobb lesz, de egyelőre ez nekem egy ilyen kicsit zavaros olvasmányélmény volt. Ezután a történet után valami könnyedebbre vágytam, úgyhogy belekezdtem Elif Batumannak a félkegyelműjébe. Elif Batuman egy török származású amerikai újságíró, író, akinek ez az első regénye. 2017-ben jelent meg eredeti nyelven, magyarul pedig 2019-ben. A történet elbeszélője Celine, egy 18 éves török származású amerikai diáklány, aki most kezdte a Harvard Egyetemet. Író szeretne lenni, felvesz mindenféle random bölcsésztárgyakat, van pszicholingvisztika, nyelvfilozófia, konstruált világok órája, de beiratkozik egy kezdő orosz szemináriumra is, ahol megismerkedik Ivánnal, a magyar fiúval, aki végzős és matek szakos. Elkezdenek egymással e-mailezni, és Celine azt veszi észre, hogy egyre jobban beleszeretett ebbe a fiúba. A szemeszter végével úgy dönt, hogy nyáron elutazik Magyarországra, csatlakozik egy jótékonysági programhoz, amelynek keretében ellátogat egy magyar faluba, hogy angol tanítson az ottani kisiskolásoknak. Ez egy nagyon élvezhető olvasmány, könnyed, jó humorú. Az első kétharmada egy igazi kampusz regény, tele bölcsész poénnal, meg kulturális utalásokkal. Celine karaktere nekem nagyon tetszett. Egy jó humorú lány, aki keresi önmagát itt az egyetem első évében, és mindenre reflektál, ami őt körülveszi. De ami igazán zseniális ebben a könyvben, az a magyar szál a legvégén, amin kifejezetten jókat nevettem. Izgalmas benne ez az idegen szemszög, ahogy egy fiatal amerikai egyetemista lány rácsodálkozik a 90-es évek vidéki Magyarországára. Jár többek között Feldebrőn, Egerben, Szentendrén, és van egy budapesti városnézése is. A magyarországi leírások biztos, hogy személyes élményen alapulnak, hiszen nagyon nehéz olyat kitalálni Amerikából, anélkül, hogy járt volna Magyarországon az író, hogy a 90-es évek közepén a feldebrői diszkó tulajdonosának a kamaszlánya a szobájában a német popbanda Mr. President plakátját ragasztja ki,
És tele van még egyéb olyan aprósággal, ami tényleg azt támasztja alá, hogy ez az írónő valóban itt járt. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet, nagyon jó humorúnak találtam, jókat nevettem rajta. A közepe egy picit hosszú volt, én egy olyan 50-100 oldalt biztos úgy húztam volna belőle. Mindenképpen ajánlom bölcsészeknek, egyetemistáknak, de tulajdonképpen bárkinek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha bármi megjegyzésetek van, szívesen látom a kommentbe. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!